A helyzet az, hogy kedden jelezték azt a solymáriak, hogy ivóvíz problémájuk van, nevezetesen a nyomás ingadozik, és kedden 16 óra 30 perckor a szolgáltató, a DMRV vízkorlátozást rendelt el, pontosabban arra kérte a polgármestert és a polgármesteri hivatalt, hogy vízkorlátozást rendeljenek el. Jelenleg a helyzet súlyos Solymáron. A polgármester úr és a képviselők tájékoztatása szerint körülbelül 3000 embert érint a vízhiány Solymáron, ami praktikusan azt jelenti, hogy a nap jelentős részében egyáltalán nem folyik víz a csapból. A szakemberek azt mondják, konkrétan a szolgáltató vezérigazgatója, hogy nem a víz hiánya probléma, tehát víz van, a rendszer kapacitása jelenti a problémát, a rendszer kapacitása adott, és bár víz rendelkezésre áll, nem tudják megfelelő ritmusban utántölteni. Ennek pedig az az oka a szakemberek tájékoztatása szerint, hogy a nagy melegben a fogyasztás egyrészt megnő a meleg miatt, másrészt az öntöző rendszerek sokkal többször működnek a nap folyamán, harmadrészt, ahol van medence, ott medence feltöltése is zajlik. Tehát egyszerűbben fogalmazva a szakemberek, a szolgáltató vezérigazgatója azt állítja, hogy a kánikulában megnőtt fogyasztás a hiány oka, ugyanis ott, ahol van víz, ott a fogyasztás megnő, és így a település bizonyos pontjaira már kevés, vagy egyáltalán kevés víz jut el, vagy egyáltalán nem jut el víz. Azt is szeretném hangsúlyozni, hogy a probléma nem csak Solymárt érinti, a probléma több települést érint, de jelenleg Solymárt érinti a legjobban, tehát a legnagyobb probléma jelenleg Solymáron van. Én úgy gondolom, hogy engem, mint képviselőt azért választottak meg, hogy őszintén beszéljek az itt élőkkel, és ilyen helyzetben különösen is ezt tartom fontosnak, tehát mondjuk ki azt, hogy ami jelenleg történik, az katasztrófa helyzetnek minősíthető. Tehát az, hogy több ezer ember Solymáron nem jut ivóvízhez, nem jut vízhez, az egyébként is nagy probléma lenne, de mindez kánikulában történik, így a probléma még súlyosabb, tehát ezt én katasztrófa helyzetnek minősítem. Éppen ezért a tegnapi nap folyamán, minek után a polgármester úrral folyamatosan kapcsolatban voltunk, beszéltem a miniszterelnökséget vezető miniszterrel, Gulyás Gergely miniszter úrral, a belügyminiszter helyettesével, Rétvári Bence államtitkár úrral, és a katasztrófavédelmet vezető Góra Zoltán tábornok úrral. Én mindannyiuk segítő közreműködését köszönöm, és mindennek folyamányaképpen ma reggel itt megalapítottunk egy helyi operatív törzset a katasztrófavédelem részvételével, polgármester úr és munkatársai részvételével, az én részvételemmel, illetve a munkatársaim részvételével és a helyi önkéntes tűzoltókkal és polgár őrökkel. Ez az operatív törzs itt 24 órában működik természetesen. Emellett tartottunk most egy rendkívüli testületi ülést is, de inkább arról szeretném önöket tájékoztatni, hogy mire jutottunk és mi az, amit tenni tudunk. Tegnap 6 lajtos kocsi, másképpen fogalmazva 6 vízvételi pont volt Solymár azon területein, ahol nincs jelenleg vezetékes víz. Világos elképzelésünk és döntésünk volt arra, hogy ezt a számot növelni kell. Tehát pillanatnyilag arról tudom önöket tájékoztatni, hogy jelenleg a tegnapi 6-ról 10-re növeltük a vízvételi pontok számát Solymáron. Ez azt jelenti, hogy van 6 lajtos kocsink, ezek 500 és 1200 liter közötti mennyiséget tudnak szállítani. Van 2 7 köbméteres autónk, és van 2 5 köbméteres autónk, tehát ezek nagyobb mennyiséget
tudnak tárolni és bocsátanak rendelkezésre, és további két autó van úton, tehát a tegnapi 6-ról mostanáig 10-re növeltük a vízvételi pontok számát, és rövid időn belül 12-re fogjuk azért, hogy azok, akik ebben a rendkívül nehéz és kellemetlen, kényelmetlen helyzetben vannak, minél közelebb találjanak olyan pontot, ahol vízhez tudnak jutni. Emellett arról is döntöttünk, hogy mindegyik vízvételi pontnál, ami nem autó és nem ülott ember, oda kiteszünk egy telefonszámot, ez rövidesen meg fog történni, ez a telefonszám helyben fog csörögni, az önkéntes tűzoltók és polgárőrök segítségét és együttműködését kaptuk meg ehhez, amit nagyon köszönök, és ők fogják kezelni ezeket a hívásokat, tehát hogyha valaki oda megy, és a vízvételi pont leürült, nincs ott víz, fel tudja hívni ezt a telefonszámot, és így a lehető leggyorsabban tudunk eljárni. Emellett természetesen a szolgáltatónak, a DMRV-nek van egy általános és folyamatos vízcserélési és feltöltési folyamata és mechanizmusa, de hogyha valaki ennek ellenére, amikor oda megy, nem talál ott vizet, akkor fel tudja hívni ezt a telefonszámot, és a lehető leggyorsabban el fogunk járni. Emellett szeretném önöket arról is tájékoztatni, hogy azt mondják a szakemberek, hogyha azok a lakók Solymáron, akik rendelkeznek vízzel, a legszükségesebbekre szorítják a vízfelhasználást, és magyarul nincs öntözés, nincs automosás, nincs medencefeltöltés, vagy hasonlók, akkor a szolgáltató vezérigazgatója szerint egy nap alatt helyre tudnák állítani Solymár vízellátását. Tehát minden megbeszélésen azt kértem, most önökön keresztül, önöktől is azt kérem, és önökön keresztül a szélesebb közvéleménytől, minden solymáritól. Kellő tisztelettel kérem a megértésüket, és azt szeretném kérni a szakemberek útmutatására hivatkozva, hogy azok, akiknél van víz, azok legyenek kedvesek a lehető legszükségesebbekre szorítani a vízfelhasználást, mert ez kulcs kérdés és kulcs momentum azzal kapcsolatban, hogy a víz el tudjon jutni oda, ahol jelenleg nincs. Ezért azt kértem a képviselőtestületi ülésen a képviselőktől, azt kértem a tűzoltóktól, a polgárőröktől és mindenkitől, hogy járja, mindenkitől, aki helyben ismert, legfőképpen tőlük ugye az sokat jelent, hogy járják a körzetüket, járják az utcákat, hangos beszélővel, minden lehetséges módon, utcafórumon, minden lehetséges módon hívják fel a lakók figyelmét arra, hogy ahol van víz, ott a vizet csak a legszükségesebbekre használják. Ez egyébként már zajlott tegnap is, megy olyan autó, ahol van, amelyen van hangos beszélő, de mindenképpen szeretnénk ezt a kapacitást növelni. Nagyjából az én tervem is az, hogyha itt egy kicsit végzek a munkával, vagy fellélegzünk egy pillanatig, akkor nem tudom, hol lehet megafont vásárolni, majd segítsenek ebben, akkor elballagok, és azt hiszem, hogy járom az utcákat, és azt fogom mondani, hogy kérem a megértésüket a lakóknak, és a legszükségesebbekre használják a vizet. Ugyanis ahhoz, hogy általában a problémát meg tudjuk oldani, ahhoz a tározókat kellene feltölteni, amely tározókról Solymár különböző részeit vezetéken keresztül ellátják. Most jelenleg az a helyzet, ugye azért nem jön víz a csapból, mert ezek a tározók leürültek. És minek utána a település többi részén nagy a fogyasztás, nem tudnak kellő ritmusban, nem tudnak ezek a tározók feltöltődni. Itt döntöttünk arról is, hogy különböző szállítóautókon is igyekszünk segíteni ezeknek a tározóknak a feltöltését, de ezeknek a tározóknak a kapacitása nagy, ezekhez képest a szállítóautók kapacitása kisebb, jelentősen kisebb. Tehát ez hosszú folyamat, plusz, ahogy megértettem a szakemberek leírását, hogyha ezekbe a tározókba kerül víz, egy nagyobb szintre és a szivattyúk tudnak dolgozni, természetesen az emberek kinyitják a csapot, és ez a víz elfolyik, mint ahogyan egyébként most, ha jól értem, éjjelről reggelre víradóra is történt. Reggel azt mondták, hogy több helyen volt víz, ahol este nem volt, de 10 órakor már megint nem volt víz. Ezzel csak azt szeretném mondani, hogy minden erővel dolgozunk a tározók utántöltésén és a probléma általános megoldásán, de ez hosszabb időt
vesz igénybe, ezért mindenképpen fontos a vízhasználat visszafogása ott, ahol víz van. És még egy gondolatot szeretnék önökkel megosztani, vagy talán kettőt. Az egyik az az, hogy azért mindennel együtt felszólítom a szolgáltatót, a DMRV nevű szolgáltatót, hogy lássa el a kötelezettségét, és tegyen meg mindent azért, hogy a solymáriak vízhez jussanak. Vezetékes csapvízhez, de amíg ez nem megoldható, addig pedig minél az elérhető összes lajtoskocsit, vízvételi pontot irányítsák ide, és lássák el a lehető legteljesebb módon a körülményekhez képest a solymáriakat vízzel. Tehát még egyszer, felszólítom a szolgáltatót, hogy a kötelességeinek tegyen eleget, és tegyen meg mindent azért, hogy a kötelességeinek eleget tudjon tenni. Őszintén remélem, hogy ez így történik, és így fog történni. És még egy záró gondolat. Most van egy konkrét problémánk, de ez a helyzet, ha az akut problémát kezeltük, akkor lehetőséget fog teremteni arra, sőt, muszáj is lesz, hogy lehetőséget teremtsen arra, hogy a budakörnyéki régió ilyen típusú kérdéseiről és problémáiról beszéljünk. Ugyanis most Solymáron van a legnagyobb probléma, de a népességszám nem csak Solymáron nőtt dinamikusan és rendkívüli módon az elmúlt időszakban a budakörnyéki régióban, hanem az összes településen. Most itt ivóvíz kérdés van. És most ezzel kell foglalkoznunk, ezért ezt a gondolatot most nem bontanám ki, de számos feladat áll előttünk, és számos kihívást kell kezelnünk a budakörnyéki régió összes településén. Most egyet szeretnék mondani, most nem annak van itt az ideje, bár talán igény volna rá bennem mindenképpen, hogy ezekről most részletesebben beszéljünk, de most először kezeljük ezt a helyzetet, és utána beszélünk úgy általában a budakörnyéki régióról. Én azt tudom mondani, és azt tudom ígérni minden budakörnyékén élő embernek, megköszönve azt a bizalmat, amivel 2 hónappal ezelőtt vagy hogy képviselővé választottak. Mindent meg fogok tenni azért, hogy a már itt élők életkörülményei a lehető legjobbak legyenek. És semmilyen döntéstől, semmilyen vitától és semmilyen konfliktustól nem tartok, és mindent fel fogok vállalni azért, hogy a már itt élők életkörülményei a lehető legjobbak legyenek. Ebben számíthatnak rám. Most ezt a helyzetet igyekszünk minden erővel kezelni, és aztán további kérdésekről is nyilvánvalóan lesz lehetőségünk beszélni, és szükséges is, hogy beszéljünk ezekről. Az is nagyon fontos, hogy kik szeretnének még Budakörnyékén élni, mert ez egy remek régió. De számomra azok a legfontosabbak, akik már itt élnek, és az ő életkörülményeikért, lehető legjobb életkörülményeikért mindent meg is fogok tenni.